Köszöntöm kedves nézőinket, hallgatóinkat, ez a Heti TV Heti Jazz című műsor, a vendégem Márkus Tibor, jazz zongora, művész, tanár, zeneszerző, ez a második rész, folytatjuk. És az első részt a táborokkal hagytuk abba, és még ott kimaradt egy a kanizsai tábor. Erről beszélj, légy szíves, ez egy zongora, csak zongorák, csak zongoristák. Csak zongora tábor kifejezetten. Két nevet említek, Zsigmond Romberg és Farkas Ferenc. Ki az a Zsigmond Romberg? Mi közük egymáshoz? Például. Hát az a közük egymáshoz, hogy mindketten Nagykanizsán születtek. Igen? Zsigmond Romberg a Softly as a Morning Sunrise című közismert jazz standard szerzője. Nyilván Farkas Ferencről meg tudja mindenki, hogy nagyon nagy nevű klasszikus szerző volt. A zeneiskola bejáratánál az egyik oldalon Farkas Ferenc emlékmű, a másik oldalon pedig Zsigmond Romberg emlékmű fogadja a látogatót, és ezért nem véletlen, hogyha a táborba látogatók is belépnek a kapun, akkor e két műfajból kapnak ízelítőt az órákon. Eckhardt Gáborral csináljuk ezt a tábort, és kifejezetten a szimbiózis a célja. Főleg klasszikus zongoristák jelentkeznek, én megpróbálom a jazzbe bevezetni őket, de nagyon-nagyon szeretik ezt a tábort, és nagyon-nagyon izgalmas tényleg ennek a két műfajnak a különbségeit, hasonlóságait és szimbiózisát megmutatni a gyerekeknek. Természetesen itt is van zárókoncert, és azért a létrehozóját azért elmondom, hogy Mihalcsics László volt az első, akinek az alapítványa. Ő egyébként a Szombathely volt zongoratanárnőmnek a férje, szegény zongoratanárnőm meghalt, és ennek az emlékére hozta létre Mihalcsics úr ezt az alapítványt, de hát átkerült így Nagykanizsára, és Barát Zoltán, a zeneiskola igazgatója hozta ott létre, tehát folytatódott a tábor, most már 6. éve megy ez is. A klasszikus zongoristákat tanítod-e improvizációra? Mert ez egy érdekes kérdés, és hogyan, ha válaszolsz a kérdésre, utána elmondom, hogy miért kérdeztem. Nagyon izgalmas és egyben nagyon nagy pedagógiai feladat. Ők ahhoz vannak szokva, hogy kirakják a kottát eléjük, és akkor azokat a pöttyöket, ami ott van, azt le kell játszani. A rock és jazzesek pedig a fejből szereznek zenét, hogy úgy mondjam. Úgyhogy ezt nehéz. Először a kezdeti lépésekben félnek is attól, hogy önmaguk kell, tehát maguknak kell zenét kreálniuk. Ugye van az ízetlen tréfa, hogy a jazzgitárost úgy halkítják le, hogy elé teszik a kottát. Én erre mindig azt mondtam, hogy a klasszikus zenét úgy kell lehalkítani, hogy elveszed előle a kottát. És szóval nem kell ezzel humorizálni, mert mind a kettőnek megvan az értéke. Na, szóval lényeg az, hogy fogni kell a kezüket. Ez olyan értelemben fogni kell a kezüket, hogy nyilván nem abba csöppennek bele, hogy na most akkor játsszál valamit, na hát erre mit játszasz? Tehát fokozatosan. Az én pedagógiai módszeremben kialakult egy olyan, hogy nyilvánvalóan azzal a koncepcióval kezdünk, amit már tudnak, tehát kottából. De fokozatosan veszem el előlük a kottát, hogy az előbbi hasonlattal érjek. Például egy zenei félmondatot folytatni kell, vagy pedig írogatni kis megadott koncepció szerint kis, hát nem is darabokat, de motivumokat, aztán így szépen fokozatosan rájönnek. Nagyon eredményes egyébként, mert az első táborban, ugye a záró koncerten még nem is lépett fel senki, nem mert fellépni jazzzel. A másodikban már volt két hallgató, most már egyenlő arányban vannak a jazz és a klasszikus produkciók is. Meg hát megvannak erre a direkt kétkezes kották is, a klasszikus pontossággal leírt darabok, amiknek azért jazz íze van, mert egy blues, vagy a felrakást, a hangzást, vagy éppen a ritmizációt azáltal sajátítja el a hallgató. Ez érdekes dolog lehet, mert hallgattam nem olyan régen egy beszélgetést, egy nagyon ismert művésszel, és ő mondta, hogy már Beethoven korában még, talán előbb is, hát Bachban feltétlenül voltak improvizációk. De miben különbözött az, azt a hallgatóink felé kérdezzük, vagy tőlük általuk kérdezem, miben különbözött és miben volt különböző és hasonló a jazz improvizáció és a klasszikus zenei variáció?
Hát a klasszikus zenében, mint tudjuk, nagyon-nagyon sokáig egy zenésztől megkövetelték azt, hogy egyben zeneszerző is legyen, egyben interpretátor legyen, és egyben tudjon improvizálni is. Tehát a barokkorban alapvető szükséglet volt, alapvető megkívánás a zenészektől, hogy improvizáljanak. És itt azért azt mondom, hogy a jazz, hogyha már barokkot említettem, nagyon sokat vett át a barokk zenéből, főleg a díszítés technikáját, a variációs technikáját, tehát tudjuk azt, hogy nagyon sok mű improvizáció alapján született. És tehát nagyon nagy a hasonlóság. Egyébként úgy gondolom, hogy a jazz nagyon sokat nyilván vesz át a klasszikus zenéből, csak a saját nyelvezetére fordítja. Tehát én azt mondom, hogy nem a mit a lényeg, hogy átveszi, hanem a hogyan. Tehát a nyelvezet. A jazzben én úgy gondolom, hogy amikor jazz tanítunk, akkor a nyelvezetet kell megtanítani. Jó. Zenélünk, hallgassunk, akkor jazz, jó? Lost Moments, és még mindig Equinox zenekar.
Ez egy új szám, ha jól tudom, és ezen az új lemezen is, az így új van. Lemezen is rajta lesz. Így van, ez még nem szerepel lemezen, és ezen az új lemezen is rajta lesz, ami, ahogy említettem, egy jubileumi CD, és azért jubileum kapcsán jutott eszembe, hogy meghívom a két alapító tagot tulajdonképpen a két hölgyet. Az egyik se, ők régebben kerültek az Equinoxba, de Héder Imrét mindenképpen meghívtam egy szám erejéig, és Király Martinát, aki Lindával együtt énekelt még anno az Árjó félemezem, és írtam egy talán érdekes számot, hogy már legyen jubileum, és ők adják elő. Eddig 5 Equinox CD jelent meg a szerzői lemezeimen kívül. Az 5 CD-ről kiválasztottam egy-egy számot, aminek egy részletét beépítettem, és összegyúrtam egy szám erejéig, ami tulajdonképpen egy ilyen, nem is mix, mert azért sikerült olyan kompozíciót írnom, hogy egységesnek tűnjön, nem pedig ezek az egyvelegnek szánt valamik, hogy ebből is egy kicsi, abból is egy kicsi, és hát majd tervezek egy ilyen vetélkedő műsort, aki kitalálja, hogy melyik az 5 szám, aminek a részlete bent van ebben a számban, az majd valószínűleg egy utalom CD-t is fog kapni, tehát ezzel is ünneplünk majd. Az élet egy nagy játék. Elég, ha csak mi vesszük komolyan. Allianz Életprogram. Szövetségben a pénzügyi szakértő. Hát ez meg mi volt? Mint ahogy látjuk, reklám. Valahogy megtaláltak az interneten. Igen? Megkeresett ez a társaság, hogy ilyen karakterű zenészt keresnek egy Mozart zongora verseny előad egy reklámfilmbe. Aztán elmentem a meghallgatásra, a találkozóra, ott állt sorba legalább 50 jelentkező, akit elhívtak. Hát gondolni sem vertem volna, hogy én leszek a kiválasztott, én lettem. Megkérdezték, hogy erre mondták, hogy mit szeretnének csinálni, hogy képes vagyok-e erre. Hát persze, hát egy Mozart zongora verseny végig, tehát persze, hogy lejátszom. Na de be kell ám ugrani a közönség közé. Új. Hát először, amikor a Zeneakadémián vettük fel, dublőrök segítettek a közönség közül elvegyülve. Néztél már a Zeneakadémián a színpadról? Persze. De nem azzal a gondolattal, hogy mi lesz, hogyha te innen leugrasz. Hát nem. Hát összeszorult a gyomról, mondhatom. Elkaptak? Hát amit látod, nem hiszem, hogy itt ülnék. És akkor jön egy fontosabb kérdés, hogy
Ugye jazzzenészeket nagyon szeretjük, hogyha támogatnak. Volt-e támogatás utána? Volt támogatás utána. A legtámogatottabb fellépésem volt mondhatni. Úgyhogy nagyon sokat gyakoroltuk, egész nap felvétel, azt hittem egy félperces reklámfilm, mert egy óra alatt végzünk, mert mindenféle dublőrök megtanítottak, hogy hogy kell csavartat ugrani, ilyet ugrani, olyat ugrani. Egyébként az első ugrás után már elmúlt a félelme, mert olyan biztos kezekbe kerültem, hogy azt mondom, hogy én akármerre ugranék, ezek elkapnám. Azt tudod, hogy mikor is volt ez? Hát ez körülbelül 6-7 évvel ezelőtt. És elég sokáig ment, ha jól tudom. Hát mit nem mondjak, azért növelte a népszerűségemet. Hát a fél szakma erről beszélt, vagy a teljes. Én emlékszem erre. Így van, nagyon sokat visszahallottam. És különben érdekes, mert amikor megbeszéltük, hogy jössz, akkor gondoltam, hogy ezt is elküldöd, nagyon és magad, nem mondtam, és magadtól elküldted. Hát köszönöm szépen. Ez egy, szerintem egy jó pofa dolog. Nem leesik a izém. Na, menjünk másfele. Szerintem is, én azt szerettem. Tehát nem biztos, hogy esetleg sampót kellett volna reklámoznom, akkor hát nagyon szívesen, vagy olyan dolgot, amit el, de hát itt is önmagam adtam. Egyrészt és zenéhez kapcsolódik. Azt tudom, hogy nagyon sokáig, talán 8 évig voltál a Magyar Jazz Szövetség elnöke. Érdekel a közélet, már a jazz közélet, ez a dolog, és miben látod a magyar jazz helyzetét? Ez most jó nagy merítés, de... Igen, ez jó kérdés. Igen, nagy megtiszteltetés volt, hogy megválasztottak annak idején a Jazz Szövetség elnökévé, aztán újra választottak, aztán megint újra választottak. Magyar jazz helyzete. Hadd közelítsen meg a fő szakmám a tanítás oldaláról. Rendkívül sok, nagyon nagy tehetségű fiúval, lányjal dolgozunk. Tehát én nem is tudom, hogy ezek hogy termelődnek így ki. Évről évre csak tehát van az a szám, amikor meghallok egy diplomahangversenyt, amikor meghallok egy konzizáró koncertet, és ezek a gyerekek azt hiszem, hogy élnek, halnak azért, ez az életük, és mindent feláldoznak azért, hogy ezt csinálják. És nem is törődnek a magyar jazz helyzetével. Ők játszani akarják. Különben volt itt nagyon jó jazzzenész, művész, aki azt mondta, hogy nem is kell foglalkozni, kell a saját utunkat járni, hát saját dolgaidat csinálni. Hogy a saját, igen, nekem megvannak az elképzelésem, mit akarok megvalósítani, és megkeresem az utat arra, hogy megvalósítsam, és lekopogom, eddig sikerült, és remélem, hogy ezután is sikerülni fog. Nem kell a sült galambot várni, mert senkinek nem jön a helyébe a dolog, nekünk kell azt megkeresni. Ezt elmondod a növendékeidnek is? Persze. Sokszor esztétika és filozófia óra lesz a jazz elmélet. És ezzel nem riasztod el egy kicsit a szakmától, vagy a pályától? Annál, megtalálják ők a helyüket. Javarészt. Tehát akiben elég erős... Jó, én mint laikus kérdezem ezeket. Hát figyelj, akiben elég erős az indítatás, az megvalósítja magát. Tehát ugye vannak már a Berklin volt tanítványaink, a Sefsi tábornak az eredménye, hogy már jönnek Budapestre, Bartókba jelentkezni, már van olyan annó Sefsi táborban nevelkedett srác, aki, vagy lány, aki már zene akadémiai jazz tanszakot is végzett, úgyhogy megtalálják. Hát hogyha már negatívulat is kell mondanom a magyar jazz helyzetére, azt hiszem, hogy a menedzseléssel vannak nagy gondok, mert nagyon kevés az a profi menedzser, aki a zenekarokat, zenészeket tudja támogatni, segíteni, és eladni ide-oda. Hát azt mondják, hogy nincs ebben a műfajban pénz. Hát, ráadásul nekem minden tiszteletem az övüké, mert tudom, hogy mit küzdenek azért, hogy az általuk kiszemelt művészt érvényre juttassák. Én is magam is szervezem. Én is próbálkoztam a zenekaromban különböző menedzserekkel, egyik se vált be, úgyhogy inkább felveszem a telefont, megkeresem a lehetőséget, aztán ami sikerül, oda elmegyünk játszani. Igen, azért még visszatérve egy kicsit a Jazz Szövetségre, a magyar jazz ünnepe kötődik a te nevedhez, amit te találtál ki? A magyar jazz ünnep az már megvolt, gondatlanul találta ki. Az én érdemem tekintetében az, hogy kiterjesztettük az ország egész területére, és utána meg kiterjesztettük a külföldre, a magyar lakta területekre is. Tehát
úgy gondoltam akkor, hogy hát az már Magyarországon nem csak Budapest létezik, és budapesti zenészek, ha már magyar jazz ünnepe, akkor a nagyobb vidéki városokban is hagy legyenek. És akkor itt azt is ugye kitaláltuk mellé, hogy a magyar jazz ünnepen szereplő vagy fellépő művészeket tulajdonképpen a következő alkalomra külföldre is küldtük, vagy a külföldről hívtuk, tehát azért megpróbáltuk megadni nekik évről évre egy pár éven keresztül a lehetőséget. Hát ez egy 30 éves szervezet, ugye majdnem egy 30 éves szervezet, és szerintem jó, hogy van egy ilyen. Ha nem is tud omnipotens lenni ebben a hektikus zenei világban, de azért valamennyire segít, és jó, hogy van egy ilyen szervezet én tudom, a műfajnak. Mekkora áldozatokat hoznak az egész vezetőség az elnökkel együtt, és társadalmi munkában természetesen. És önmagában én azt hiszem, hogy eredményes a Magyar Jazz Szövetség. Évről évre több dolgot mutat fel, például a díjak tekintetében, hogy először csak a Szabó Gábor díj volt, aztán utána jött a Pernye, majd a Gonda díj, és most már egy Becénás díj is van. És tehát próbálja érvényre juttatni a magyar jazz művészetet, és én úgy látom, hogy úgy van ez, mint az én vezetésem ideje alatt is, hogy én is mindig azon voltam, hogy lehetőleg megpróbálok a fiatal tehetségeket és a már ismert művészeket is foglalkoztatni, és lehetőséget adni, főleg a magyar jazz ünnepén belül. Egyébként a klubomnak is ez a koncepciója részemről, hogy a Solymári klubról ugye volt szó, havonta működik ez, a vendégek tekintetében oda is akár konzis tanítványt, akár végzősöket, akár a Lisztről, vagy akár kollégákat, már ismert neves művészeket is hívunk. Most Lantos Zoli lesz a vendég legközelebb jövő péntege 22-én. Hegedű művész. Visszatérünk hozzád egy kicsit. Ja. A sok jazz kompozíció mellett másféle zeneszerzési munkáid is vannak. Így van. Báb színház. Kórus, meg ilyenek. Kórus, ugye? Klasszikus zene, vagy klasszikus ihletésű. Én mondtam talán már, hogy mindenféle műfaj érdekel, és nem hierarchiákat nem állítok fel a műfajok között. Szerintem a műfaj az érték tekintetében teljesen mindegy. A műfaj nem értékfüggő. Minden műfajban lehet jót és rosszat alkotni. És bizony belekóstoltam más műfajokba is, például a nagyzenekari kompozíciókba. Ennek a Báb Színháznak az ötlete onnan fakadt, hogy kitaláltam, hogy mi lenne egy olyan suite-t írnék, amiben három zenekar játszik. Egy jazz zenekar, egy klasszikus zenekar és egy rock zenekar. És utána elkezdtem gondolkozni, hogy szólhat ennek a három zenekarnak a fúziója mindenféle változatban, amikor a rock zenekar játszik a klasszikussal, amikor a klasszikus a jazzzel, és így tovább mindenféle variáció meg van ezek a tételek között. Igen, de most megint zenélünk egy picit, ne haragudj, hogy közbe vágok. Mert muszáj zenélni, ez egy zenés műsor, elnézést, Blues Suite. Ez egy műpabeli felvétel, és egy hatalmas kórust láttam kórus, ott. Így van. És azt van, minden szólamot, mindent te csináltál? Persze, Lakatos Áginak a kórusa, és ez egy, most megint jubileum ünnep, most már nem emlékszem, lehet, hogy a Bartók ünnepelte a jubileumát, erre az alkalomra komponáltam ezt, illetve már meglévő kompozíciót írtam át erre a kórusra, és a műpában adtuk elő. És a Lakatos Ágnes pedig az egyetemen a jazzének tanára, a harmadik Dudás. A Csuhajban a TV feleség, egy kicsit személyeskedtünk, elnézést kérek, ez a szám következik.
ez egy kórus mű volt, nagy, hát nem nagy zenekar, de nagy kórus, konzisokkal, de van neked más műved is, ahol háromfajta zenekar működik közé, és egy pantomim, ha jól tudom. Így van, egy pantomim, és ez egy összművészeti próbálkozás volt, a három zenekar, az egy rockzenekar, egy klasszikus zenekar és egy jazzzenekar, és ezek fúziója adja a Báb Színház című szvitennek a különböző tételeit. Nagyon örülök, hogy sikerült ezt megvalósítani, mert nagyon nagy munka volt, és ebből három előadást sikerült összehozni, hát ugye nagyon nagy a stáb. Műpában adtuk elő, Szombathelyen adtuk elő, és Debrecenben a Kölcsei Központban. Azóta is próbálkozom egyébként nagyzenekari koncepció, vagy kompozíciókkal. Például mivel? Például szimfonikus. Félve mondom ki ezt a szót, mert egy időben divat volt, hogy mindenki meglovagolta ezt a szimfonikus dolgot. A rockzenészektől elkezdve... Most is. Nagyon csak ez és ez szimfonikusokkal, az és a szimfonikusokkal. Hát az, ott más én, is volt a dolog mögött, ezt tudjuk. Igen, igen. Én ezt akkor nem is tudtam, amikor ezt kitaláltam, úgyhogy teljes mértékben saját erőből valósította meg pályázat útján. És tavaly a MIPA-ban volt Equinox Symphonic nevű, vagy című előadásaink. Hát ez tényleg egy nagy szimfonika. Az Anima Musica képviselte a vonóskart, és a fúvóskart jazzesekből válogattam össze, mert ott ugye ők improvizáltak is. Volt új kompozíció is, amit kifejezetten úgy szólalt meg bennem, hogy ezt szimfonikus zenekarra kell írni, de egyéb műveimet is áthangszereltem szimfonikusra, és természetesen az Equinox Septet volt ennek is a házigazdája, hogy mondjam, tehát mellettünk volt ez a népes társaság. Sajnos a MIPA nem adta ki a felvételt, ebből nem tudunk megmutatni. Azt is megtiltották, hogy a YouTube-ra vagy valahol feltegyem, otthon őrzöm magamba, és nagy fájdalmam, hogy ebből nem sikerült egy CD-t csinálni, pedig nagyon-nagyon szerettem volna. Hát gombázni kell őket, hátra egyszer. Meglátjuk. Most ezt a balettos felvétel, vagy pantomimes felvétel fogjuk el. Mondjuk el az új nevét, én nem tudom, hogy ki pontosan, aki táncol, de egy jó nevű, ha jól tudom. Így van. Itt az Experience két művésze is táncol, és az Emkercs és András, aki a pantomim csinálja. És azért hozzá kell tennem, hogy ez a másik büszkeségem az, hogy itt a fiam is játszik ebbe a darabban. Ő csellista. Pontosabban, hát csellistaként kezdte, most is van csellója, de az orvosi hivatás, ami lenyűgözte, és a zenélést amatőrként folytatja, de ez is nagyon-nagyon jó. Hát, ha ő neki ez így jó. Természetesen, és nagyon-nagyon örül neki, hogy elérte. Azt 5 éves az orvosi egyetemen egyébként. Coda and Final. Jól mondom? Így van, így van.
A vendégem Márkus Tibor, vagy vendégem volt Márkus Tibor, és lassan vége fele járunk. Már érintőlegesen említetted a gyermekedet, a fiadat, család nyilván. Ő az egyetlen így van, gyerek? Egyetlen gyermekünk, Márkus Dávid, és már négy éves kora óta csellózik, most 23 éves. Nagyon szép eredményeket ért el a muzsikálásban, és van közös lemezünk is. Mégsem muzsikus lett, mert már miért elkezdte a csellózást, azzal egy időben már az orvosi hivatás is érdekel, tehát nagyon tudatosan azt mondta, hogy orvos szeretne lenni, de soha nem akarja abbahagyni a zenélést. És hát hál' Istennek megvalósította önmagát, most 5 éves az egyetemén, és nagyon büszke vagyok rá, mert van egy KFT-je, ahol a fő koncepcióját, a újraélesztés és sürgősségi elsősegi adásról tart országszerte előadásokat, egy könyvet is írt már erről, úgyhogy szépen megy a maga útján, és azt hiszem, hogy annyira tudatosra, céltudatosra, hogy bízom benne, hogy szép sikerei lesznek. Tehát nem erőszakoltátok, hanem egyáltalán tudatosan terelgettétek arra felé. Természetesen. Tehát, hogyha ez így van, szerintem akarja, ő tudta, hogy mit akar, akkor annak nem vetettünk át, tehát természetesen. És hogyha már családról van szó, azért hadd mondjak egy szót a feleségemről is, akinek nagyon-nagyon sokat köszönhetek. Elsősorban ő biztatott arra, hogy eljöjjünk Budapestre, Dresden szakra, mert nekem annak idején, hát ez már 33 éve volt, a Dresdenszak a Holdban volt, ugye a Szombathelyen vidéki városban, hát én azt hittem oda, hogy szuper zsenik járnak. Aztán a Nestor Iván egy kis improvizációs tábort rendezett Szombathelyen, ahol ott én is részt vettem, és ott szerettem bele igazán a jazzbe. Aztán akkor biztatotta a felesége, ezt meg kell próbálnod, hiányozni fog, hát ezt nem. És akkor valóban volt egy szakmám, de rájöttem arra, hogy nem azt kell szeretni, amit csinálunk, hanem azt kell csinálni, amit szeretünk. Tehát megpróbálkoztam, felvettem, és hál' Isten, felvettek, és azóta boldog vagyok, mert ezt csinálom tényleg. Ezt nagyon jó hallani, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt köszönöm voltál. Köszönöm én is a lehetőséget. Nagyon jó volt a beszélgetés, tudtam, hogy az lesz. Köszönöm. Önök a Heti TV Heti Jazz című műsorát hallották, ez volt a második rész Márkus Tiborral. A műsort
keddenként hallhatják, főműsorban fél tízkor, ismétlés csütörtökön és pénteken. Búcsúzom, Gaje Ferenc voltam, egy Equinox erdélyi turnéval. Thank you.